Sziasztok! Ez itt a Premier Pláne. Ennek a videónak már láthattátok az első részét, amiben tanároknak tettem fel olyan kérdéseket, amit eddig még nem nagyon mertünk tőlük megkérdezni. Viszont én most több tanárnak is feltettem ugyanezeket a kérdéseket, amiket ők meg is válaszoltak, úgyhogy tartsatok velünk! Azt hiszem, hogy nem vagyok tanár, vagy ha tanár vagyok, akkor mindenki tanár. Világéletemben zenéltem, tényleg 14 éves korom óta, és mindig akadt egy-egy zenészpalánta, aki azt mondta, hogy Csabi bácsi, vagy hát akkor még Csabi. Mutass csak meg, hogy hogy volt az a figura, vagy te hogy játszod? Mikor Kulcsár Sándor igazgató úr megalapította a Premier Művészeti Szakgimnáziumot, akkor hamarosan én is beiratkoztam, és azt az ígéretet kaptam az igazgató úrtól, hogyha a felsőfokú végzettséget leteszem, akkor szeretettel várnak vissza ide az iskolába, és ez így is lett. Hát anyai iskola vezetője volt korábban az édesapám, és egy nagyszerű egyéniség. Nagy zenerajongással kántortanító és biológia földrajzszakos tanár lett, és bármennyire nem is akartam, de ez ilyen hipnózisképpen rám szállt. Én igazából ez nem tervezett dolog az életemben, én mindig színházba akartam dolgozni. Viszont a mostani iskolában tanítok, a Premier Szakgimnázium, össze találkoztam az igazgatóval egy pár évvel ezelőtt. Voltak régebben próbálkozások, voltam zeneiskolában egy-két évig tanár. Ez ugye megszakadt a színházi munkák miatt, meg a koncertek miatt, úgyhogy a Premier Szakgimnáziumnak köszönhetem, hogy elkezdtem tanítani. Egyszer megkérdezték tőlem, amikor 4 éves voltam, hogy mi szeretnék lenni, akkor azt mondtam, hogy vendég. És hát most nyilván ez nem valósult meg. Én az elejétől kezdve olyan nevelést kaptam, hogy én tudtam azt, hogy én zenész szeretnék lenni. De mi szerettem volna lenni? Fogalmam sincs. Zenélni azt nagyon szerettem volna. Tanultam hegedülni, gitározni, basszusgitározni, dobolni, zongorázni, és a mai napig tanulok. Csillagász, geológus, biológus, minden akartam lenni, ami természet, most meg az a jó, hogy ha zenéről beszélek, ott azonnal van természet. Micsoda? Olyanom nem volt. Nem volt, én csak gyereknek szerettem lenni. Ez most lehet, hogy szégyen, de nem volt kedvenc tantárgyam. Hogy mire belejöttem, addigra elfogy a cufla belőlem, tehát elpáradok és elfogy a levegő sokszor, mert hát benne vagyok a korba és túl lelkesen csinálom. Nincs, olyan nincsen. Nincs. Semmi nehézség nincs benne. Komolyan mondom. Örömboldogság. Gyerekek, muzsika és gyerekek, mindegy, hogy melyiket veszem előre, imádom mindegyiket. Hát ez az eszelőség, amit mondtam, hogy én nem egy órára, hanem folyamatosan készülök, és állandóan töltöm föl az állományaimat. Inkább az, hogy már annyi szálon fut, hogy most hol is tartottunk. Ezt lerendezhetném, hogy eleget tanultam már semmit. Nem, egész nap. Azt mondja, milyen volt az első órám? Az gerendás kisközség bevillan a kép, az annyira éles. 8. osztály, feladat, divsz induló. Ifjúság, ifjúság, ennél kappanap hanggal elkezdem. Kitörhetett a röhögés, és akkor rendben volt. És ezek annyira fölbúzdultak, hogy a következő órán ugyanennek az órának a feleltetésénél már kicsit felszabadultabbak voltak. Az már gyerekkoromban jött, mikor jöttek oda, hogy az hogy fogtad? És ugyanazt soroltam, milyen effektet használsz rá, ez hogy játszol ezt a dal, stb. Ez mindennapos volt. 24 éves voltam, zeneiskolában kezdtem. 21 darab kicsit kaptam. Elképesztően féltem sokáig, de aztán nagyon sokat kellett változzak, és eltelt egy év, és rájöttem, hogy nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, igen. Mit szeretsz a legjobban a szakmádban? A zenét, kész pont. Nekem nem szakma, ezért is nem gyakorlom a hivatalos, rendes tanári pályát. Pedagógia az nem szakma, az művészet. A kettőséget szeretem a legjobban, hiszen a klasszikus zene után könnyű zenét is kezdtem tanulni, és igazából ez a kettő ötvözete az, amit én nagyon-nagyon szeretek, és emiatt nagyon szeretem a szakmát. Nehéz gyerekekkel együtt dolgozni, dehogy egyáltalán nem nehéz. Ha van benne szív, akkor nem, tehát magyarul szeretni kell. Szereted, ő is szeret, ez kész. Én azt gondolom, hogy a 90%-ával nagyon jó kapcsolatom van, és nagyon-nagyon szeretek velük dolgozni, és azt gondolom, hogy ez visszafelé is működik. Én magam nem tartom szigorú tanárnak, de szerintem a gyerekek még annyira sem tartanak szigorú tanárnak. Én nagyon remélem, hogy nem, mert mindent megtettem azért, hogy inkább szövetségessé váljak. Az a jó, hogyha a gyerek egyszerre érez tesónak is, bátyának is,
egy öreg havernak is, meg nagyfaternak is, mert ugye legtöbbnek már annak számítanak. Persze, állandóan. Tehát igazából a legkisebb gyerektől kezdve a legidősebbig, aki most 65 éves, szinte minden órán történik olyan dolog, ami engem is arra kényszerít, hogy saját zongorázásomat is azért tudjam ebből építeni. Majdnem minden órámon, de van, amikor el is uralkodik, hogy abszolút tere van annak, hogyha valaki félre túrom a haladást, és azt mondom, hogy hozzad, mert ide tartozik. És akkor megnézzük az őt. Tehát nekem ez a legjobb, hogy ülünk, nem egy nagy csúcstechnika, de meg tudjuk nézni. Ez nagyon-nagyon igen. Én állandóan tanulok tőlük mindent. Tehát kész pszichológia az egész rendszer, és imádok tőlük tanulni amúgy. És ezt köszönöm. Hát ennyi lett volna ez a videó, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, ne felejtsétek el, hogy minden szombaton 6 órakor jelentkezünk az új epizóddal. Sziasztok!